Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Történetünk egy olyan világban játszódik, ahol a jövőben visszaküldött bérgyilkosok végzik el a múltban az áldozataik likviditálás. Likviditási <coughs> <A liquiditálás tos> <a endés> problémáit. <tos> 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 Menjen likvidek. <coughs> Történetünk egy olyan világban játszódik, ahol a jövőből visszaküldött bérgyilkosok végzik el a múltban az áldozataik likvidálását. Azonban minden megváltozik, amikor a főszereplőnknek saját maga lesz a célpontja. A Looper, a jövő gyilkosa egy lenyűgöző és gondolatébresztő skifi akciófilm, amely az időutazás kérdését egy új szemszögből közelíti meg. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 94. része, a mikrofonnál Barkóci Norbi. Köszöntöm a mai beszélgetőtársaimat, elsőként Pécsi Gézát. Szia Géza! Sziasztok! Úgy is lehetne a filmet mondani, hogy Looper jövő gyilkosa, avagy mennyire likvid az <tosz> <tosz> És itt van velünk Vince Miklós is. Szia Miki! Hello, sziasztok! Mielőtt azonban belekezdenék a beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint ennek a podcast epizódnak a hosszabb, exkluzív változatát pedig fizessetek elő a patreon.com per paralaxis oldalon keresztül. További szolgálti közleményünk is van még, hogy több új műsorunkhoz keresünk beszélgetőtársakat, mint például a Night Rider sorozatról szólóban, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is szintén keresünk új műsorvezetőtársakat. Emellett a Parallaxis Retroversum több új induló műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk. A felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, és bátran ö, én is bátorítok mindenkit, hiszen áron és Gézával mi is így tettünk, annó, és hát ö, magam részére nem mondom, hogy, hogy egész jó kis ö, ö, csapat ö, alakult itt már ki, úgyhogy ö, mindenkit csak bátorítok, akinek van ilyen irányú affinitása. Jelentkezzetek a podcast címre. mtv.hu és akkor csapjunk bele a mai témánkba, ugye a Looper jövő gyilkosa 2012-ből. Ugye Ryan Johnson rendezte, én kifejezetten szeretem ezt a rendezőt és már amikor ment ugye ez most hát idén 11 éves ez a film én a moziba két alkalommal is láttam, amikor futott a moziba második alkalommal úgy ültem be rá, hogy már akkor letöltöttem az audio kommentát a rendezői audio kommentát Beraktam a kis fülembe a kis felhálgatót és azzal néztem végig a filmet egész egészen egyedi élmény volt. A Ryan Johnson mint rendező ugye Breaking Bad-ben is több részt is rendezett illetve a Star Wars esetén még ismerhetjük őt, ugye az utolsó Jedi című filmet, és hát legújabban pedig a, a Knives Out, a törbejtve filmek, klasszikus poáró filmek, nyomozós filmeken keresztül ismerhetjük meg ezt a rendezőt, de maradjunk a Loopernél, a mai témánknál. Mik voltak az első benyomásaitok a filmről? Láttátok -e esetleg korábban, vagy, vagy most ez volt az első alkalom? Nekem ez volt az első alkalom egyébként. Egy általánosságban nekem tetszett a film. Van egy-kettő dolog, amit majd meg fogok köpködni benne, mert hát ezért vagyok itt. De alapvetően szerintem nagyon jó film nekem, ami nagyon föltűnt, hogy ugye kiátsz a. Joseph Gordon, Louis Levit. Igen, de az idősebb. Az Bruce Willis. Na, Bruce Willis és szerintem azért annyira nem hasonlítanak egymásra. Tehát, hogyha azt kell mondani, hogy megöregedett az emberke. Tehát nekem például problémát jelentett, hogy mire leesett, hogy ez az idősebbik, énje. De mondom, általánosságban tetszett. Nekem is tetszett, és érdekes, hogy, hogy mennyire különbözően látjuk ugyanazt, mert nekem pont azt tűnt föl, hogy tök jól megcsinálták, és nyilván ebben a maszkmestereknek is nagy nagy szerepe van, akik direkt rádolgoztak azért, hogy hogy peny lehet mindent módosítani, de nekem kifejezetten eszembe jutott, hogy ez olyan, mint majdnem úgy néz ki, mint a, a régi, tehát mondjuk az első Die Hard-ban a Bruce Willis, amikor meg kb. annyi idős volt, és nekem tényleg, tényleg, az jött, hogy, hogy jé, mi, mikre képes a modern technológia. De, de jó, persze, én, ugye tudjátok, hogy én nem vagyok egy nagy arc felismerő, de ez tényleg ilyen kis ráncokat, meg ilyen kis arcszerkezeti szem dolgokat, meg és tehát látszik, hogy azért igyekeztek ott. És marha nehéz lett egyébként, mert utána olvastam, hogy ebben volt-e bármiféle CGI technológia ebben a részben, mármint konkrétan abban, hogy visszamaszkírozni, valakit, hiszen ugye például ugye tehát mostanában azért ez egyre gyakrabban előfordul. Ugye például most a Harrison Ford, aki már tök öreg, de most jött egy új Indiana Jones, és igazából nem tudod meg, ami persze össze, össze ugrál szintén az idősíkok között. Na nem, mintha lenne benne időutazás, csak mert visszaemlékezések vannak a történetben. Ez és ez és... így nem igaz, mert pont van benne, spoiler alert, Indiana jones -ba. Jó, oké. Okay. Jó, láttam, láttam egyébként, de nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy mivel, hogy az elején ugye még a második világháború korában játszódik, akkor ugye látjuk a Harrison Fordot tök fiatal, és én például nem tudom megkülönböztetni a mostani énnyit. Most a, a Szép hogy mi mindent tudnak csinálni, Bocsánat, nem tudom megkülönböztetni a korabeli fiatal Harrison Fortól a most vissza csináltat. Tehát ez például nem is tudom, milyen technikával csinálják. Itt ugye még nem erről volt szó ennél a 2012-es filmnél, hanem, hanem, tényleg itt a maszkmesterek igyekeztek, és Géza szerint nem végeztek olyan jó munkát, szerintem meg igen, de tegyük hozzá tényleg, hogy az én arc az nem a legjobb. Viszont maga a történet azt szerintem nagyon érdekes, Nyilván ezerszer lerágtuk a, ezt a csontot az időutazási paradoxonokkal kapcsolatban, amikre ez az egész épít, viszont függetlenül attól, hogy nyilván et, et majd el fogjuk mondani, hogy fizikailag valószínűleg ez nem realisztikus, de teljesen mindegy, mert, mert ezt a filmet tipikusan olyan, amit azért néz az ember, hogy vajon a saját belső logikája szerint helyesen működik-e, és az már önmagában baromi nagy teljesítmény egy ilyen bonyolult és ellentmondásos témánál, mint az össze-vissza és azt hiszem, hogy ezt ez a film jól csinálja, ami azért marha ritka. Úgyhogy nekem nagyon tetszett ilyen szempontból. Na, tök, tökre örülök, hogyha ketőknek minden a kettőtöknek nagyjából pozitív volt, mert, mert én ezt, azt én hoztam, ezt én ajánlottam. De Norbi, figyelj, te nem mesélted másik filmről is már ugyanezt a stratégiádat, hogy beültél másodszor audio kommentárral megnézni? Íg valaminél, mintha már említetted, ezt te annak idején gyakran csináltad? Vagy, vagy Nem, pont... amúgy, amúgy totál nem, tehát, hogy így tök véletlen. lehet, hogy van volt egy másik film is, de a Lupernél annál kifejezetten emlékszek rá, nem, 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 csak így... Tehát a, na, a nap, múltkor, amikor a nap bebikázásáról volt szó, akkor ott Azt nem én bemültem. szerintem nem is láttam mozibaszásányt. Igen, igen, ja, igen. Okay. igen. Aha, aha. Jó, akkor lehet, hogy csak ezt tudtam régebbről rólad, de azért ez marha jó, és őszintén szólva nekem is rám, ráfér, rám fért volna még egy megtekintés, mert arra nem válaszoltam, de annak idején nem láttam ezt a filmet, tehát ugyanúgy, mint Géza, én is most ehhez néztem meg először és tökre örülök, hogy megtettem. Na, ez, 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 tök jó, tök jó, de azért majd megpróbáljuk azért itt-ott szétszedni a filmet, mert én is úgy gondolom, vele, hogy amúgy így egész jól kezeli az időutazás, meg a paradoxonokat, majd azokról úgy is kitérünk, de hogyha nagyon-nagyon így a mélyírás az ember, akkor, akkor sokszor már emlegetett, igen, tehát ez a honnan szármeg az információ és logikai buktákba bele lehet futni, de érdekes, hogy kiemeltétek már, már az elején az elmaszkírozást, igen, ahogy Miki mondja, hogy teljes mértékben ezek, ezek praktikus effektekkel történtek, tehát hogy az arcát Joseph gordon lewick trükkmesterek készítették, és nem, nem számítógépes hozzányúlás, és nekem is ilyen vegyes, vegyes, hogy nem lett annyira Bruce willis -es de mondjuk egy-egy manírján, egy-egy ilyen nagyon klasszik nézése, mondjuk Bruce Willisnek ugye van mondjuk, mondjuk, négy nézése, azokat <laughs> így, így el, 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 tudta kapni a fiatal Joseph gordon és akkor jók voltak. Amúgy nyilván neki is, tehát lehet, hogy tudtak volna Bruce willis csinálni, csak azért mégiscsak ez egy másik színész, és nyilván nem azért szerződött a produkcióba, hogy senki se vegye észre, hogy ő az. <laughs> Valószínűleg csont csak annyira akarták megcsinálni, hogy ne legyen zavaró. És ez az én esetemben sikerült, mert én ugye proszopagnóziában szenvedek, tehát nekem tök mindegy, de a Géza esetében nem. Ugye az alapfelvetés, hogyha esetleg valaki még úgy nem, nincs tisztában, ugye vannak itt ugye nekünk, jövőbe járunk már alapból, több idősík is van, de 2044-ben járunk, és igen, tehát vannak ezek a lúperek, akik hát kiiktatnak a jövőből, még jövőbb jövőből visszaküldött mafiózókat, gengszerek, elkeket el akarnak tüntetni, és a sztori végén, a lúpjuk végén pedig önmagukat fogják lepuffantani. Aztán ennek még egy ideig 30 évet, ha minden jól megy, és és bekövetkezik az eleve elrendeltetett sorsuk. Ez az időutazás ugye sok más filmben is megjelenik, és azért vannak ezeknek bizonyos fajtái, hogy alternatív univerzumos, vagy megváltoztatjuk az, az a mi idősíkunkat, és onnantól minden megváltozik. Azt vettem észre, vagy az volt az első probléma, hogy abból indul ki a film, hogy a jövőben már annyira minden le lehet nyomozni, lehet, le lehet követni az emberek mozgásátok között bármit, hogy lehetetlen eltüntetni már hullákat. Na de, ugye mit látunk, amikor látjuk az idősebb Jót, főszereplőnket, hogy ugye elutazik Kínába, és ott a hátralévő 30 évében, mi csinál, gangsterkedik, lövöldöz embereket. Tehát akkor, tehát akkor most lehet, hogy a törvények mások. Lehet, hogy az ott ez oké. Okay. Szóval, itt Semmilyen már ez alapvetése nekem, nekem itt, itt volt egy ilyen kis logikai gond, hogy. Figyelj, de nekem már ott már, ahogy a mondatod elején mondtad, hogy az az állítás, hogy a jövőben azért nem lehet eltenni valakit lábalól, mert hogy lehet trekkelni. Na most ugye akkor azonban mégiscsak vannak ezek a portálok vagy gépek, amikkel visszautasztatják az embereket a múltban. Most és mivel, hogy eleve csak a bűnszervezetek használhatják az időutazást, tehát, hogyha legalább addig el tudják trekkelni a szerencsétlent, ahol van egy ilyen raktár, egy gyanús raktár, amiből azért, hogy. Nyomozók úgy tudhatnánk, hogy mondjuk ott, ott üzemel egy ilyen időgép, mert az az a raktár, ahova emberek bemennek, de aztán onnan nem jönnek ki. Most akkor hiába tűnik el ott a jel, de most akkor ezzel mit oldottunk meg? Tehát ezzel kb. csak azt, hogy nem lehet explicite bizonyítani, hogy megölték. De hát maga az időutazás, és is és azt is a törvény tiltja. Szóval igazából már ezt nem értem igazán, hogy, 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 hogy ez miért megoldás tulajdonképpen arra a problémára, hogy nem lehet, hogy, hogy, eltenni az embereket lábalól, hogy miért megoldás ez. Vagy folyamatosan mozgatják az időgép helyét, és... Vagy nem tudom, tényleg. Nem, hát nem. nem úgy néz ki ez az időgép, mintha azt lehetne mozgatni, hát mert ez azt az, mondom, az, hogy úgy néz ki, van. mint egy ipari gázkazán. Tehát... Pontosan. Tehát a tizedik van. testnél már úgy lehet, hogy én is gyanút fognék, hogy féltek más srácok, a tizedik ö, nyom is ugyanott ö, halt el. Ne, ne nézzünk rá? <laughs> igen, igen. Mondjuk az, hogy nagy gázkazán, meg minden, hát ugye másik, hogy egy olyan korban élünk, ahol láthatólag valami genetikai mutáció következtében megjelent a telekinézis, és hát lehet, hogy egy bazi nagy gázkazánt is lehet úgy hupp, felemelni, és el nem tudom azt. Mert ugye te amit mondasz, az már a távoli jövőben játszódik, de ugye 2044, ha jól emlékszem, akkor, akkor játszódik a filmnek az a szála, így van. amiben a leg, legtöbb cselekmény van. És ugye ott, amikor a, a srác ö, megy az úton, akkor mutatnak egy táblát, ami ki van rakva, hogy hogy are you telekinetic? Go test yourself, vagy, hogy, hogy te, te, is ilyen telekinetikus vagy, és akkor teszted le magad. Igen. És hogy ez a... Igen, már akkor is van, de hát gondolom nem múlt el aztán 30 éve. Igen, de hogy, de hogy gondolom, hogy ezt még valószínűleg tovább fejleszthették 2000... Hát főleg. Ja, 70, valameddig. 70 valameddig. Aha. Nekem amúgy az első dolog, ami feltűnt, 2044 van, és a srác egy olyan pick up megy ki a mezőre, ami körülbelül 2023-ban is 20 éves, és ezt már több filmnél felhoztam, hogy akkor az tulajdonképpen ilyen 60-70 éves lenne az, a, az az autó. Tekintve azt, hogy, hogy manapság milyen anyagból vannak az autók, hogy körülbelül 10 év után már citává rohad, ez már nekem egy, egy nagyon nagy buktató, hogy na, biztos, hogy nem olyan ment volna ki. Hogyha egy most legyártott, vatta új pickup lett volna, az is mit tudom én, 20 valahány éves lenne, amit már nagy részt nem használsz, vagy fekete Afrikában használják. De ugye ez még csak a régi merci, ezekre lehetett elmondható, amit még anyagból volt, most már nem ilyenből vannak az autók. Tehát ez nekem, ez nekem egy nagyon nagy ellentmondás volt, és utána az, az utcai jelenetekbe, tehát belehozták ezt az repülő repülőmotoros jövőképet, minden autón ugye volt egy kis napelem, Viszont ez nagyon visszajött, hogy szerintem, ez biztos Norbi, -e hogy Európába forgatták ennek a filmnek a nagy részét, mert hogyha megnézed, olyan autókkal van tele, amit egy random európai és kelet-európai, tehát szerintem ezt tudja, hogy valahol kelet-európába forgatható a film, mert tele van olyanokkal, amit így egy, egy autóbontóba tuti, hogy összeszeszed, ilyen, ilyen régi dévók, Honda Jazz, meg ilyenek, és akkor azzal dobták fel, hogy az elején van körülbelül egy fél négyzetméteri napelem, és akkor azzal megy az autó. Hát elvileg louisiana kezdték el forgatni a filmet, azt írja minden bölcsesség forrása a Wikipedia, De természetesen nekem is szemet szúrta a rengeteg japán autó, tehát lehet, hogy egyszerűen csak olcsóbb beszerezni... Hát, vagy importálták a Importroncsot. <laughs> Igen, ez, Neked, ez... Ja. Dél, de hát lehet, hogy Mexikóból áthozták a roncsot. E, amúgy teljesen e, igaz, tehát ez nekem is igen feltűnt, hogy e, a főszereplő, a fiatal John is ugye egy, e, ha jól tudom, egy Mazda miát átvezet, amilyen 90-es évek közepet, tehát hogy ez már akkor 50 éves autó. Igen, és a mazda arról híresek, hogy ott ilyen Flintstone autó lesz egy idő után, tehát láboddal is tudod hajtani, és azért <laughs> Fú, hát De nagyon nagyon volt a filmnek a egy olyan geopolitikai üzenete, kimondatlanul is, vagy részben kimondva, hogy azért ebben a korban már Ázsia lesz a világ közepe, nem? Tehát, hogy, hogy eleve úgy tűnik, hogy nem menjél Franciaországba, oda nem érdemes, menjél Kínába, meg meg ilyenek. Tehát, hogy hogy valószínűleg lehet, hogy ezzel csak azt, arra akartak utalni, hogy a világgazdaság is, meg az erőviszonyok is úgy rendeződnek át. Hogy, hogy áttolódik a dominancia, hogy például nyilván a, a Detroiti acél, de a klasszikus amerikai autóiparnak persze már rég befellegzett, és nyilván kiextrapolálták, hogy ez aztán még inkább így lesz 2040-ben, pláne 70-ben, szóval lehet, hogy, lehet, hogy ez tudatos volt, nem? Tehát, hogy lehet, egy Sem, nem, a... ez, ez, simán, ez, ez, teljesen benne van. Üm, és akkor, akkor maradjunk, igen, akkor maradjunk a járművöknél. Gondoltam is, hogy ez Géza, ez, ez téged az <laughs> érdekel ez a része a filmnek. Megnéztem amúgy, hogy a jövőben, mert a, na, valami nagyon spéci autót vezet a jövő Joe, de az, ez, egy, ez egy prototípus, Ron Scorpion, ezt a nevet találtam, de egy, ez, ez, ez csak egy ilyen kis prototípus. Úgy úgy, úgy tűnik, ez gyártásban nem kerül, de mondjuk az elégi, elég menő nézett ki. És, és amit csak egy fél mondattal említettél, igen, hogy, hogy lebegő motorok, tehát hogy valamilyen visszajövőbe Máti McFly légdeszkájának a technológiáján működő lebegő motorok voltak. Ezt is, ezt is nézzük meg, vitassuk meg, hogy hogy működhet meg még egy utolsó ö, ö, dolog, a, a nap kollektorok mellett, azt nem tudom, -e, és ez azt hiszem nem tudom hova tenni, de hát hogyha van megfejtésetek, hogy nagyon sok autóban benzintankba fut el, a kipufogóból, a benzintankba fut valamilyen cső, valami kábel, a, a nagy pikápjánál is ez volt, meg több más autóban, is, és azt nem, nem, nem tudom, hogy ez, és főleg, hogy ilyen kül külső legutólagosan hozzátoldott foldott valami, és tökre nincs is szó róla a filmben. Szerintem ez már bocsánat, de tal talán az lehetne, hogy mondjuk hidrogéncelles rát van lakítva, és akkor, hogy a, hogy a, ami vagyok hidrogéncelles autóknak kifogójából víz csöpög, és akkor tulajdonképpen azt visszavezeted egy, egy vízbontó szerkezetbe, akkor, akkor újra hidrogén lesz belőle, de erre, ez akkor energia kéne, hogy annak egy, tehát arra egy autónak által, autógenerátora által csiholt áram ahhoz kevés. Búsít, én azt mondanám. Ugy, ugyanannyira uh, rossz megközelítés, mint az, amit az előbb mondtam, hogy az autóknak a motorházatén egy fél négyzetméter napelem van, és akkor attól megy, tehát hogy attól, attól majd jövőbeli, tehát ezt mindenki tudja, hogy ugye a fél négyzetméter napelem max arra elég, hogy az iPhone odat feltöltse, vagyis az okos telefonodat feltöltse, és ne engedje lemerülni. Tehát az, se, az is nagyon nehezen fogja százra feltölteni. Szerintem ez mindkettő dolog, ez így, inkább azt próbálná, hogy hát igen, az embereknek a nagy része az ilyen szegény, és akkor próbálnak így, így bágerolni ezt, azt, azt maguknak, mint hogy ez a motor is ugye valamikor szó van erről, hogy néz néz milyen átalakítást csináltam rajta. Tehát ezek ilyen átalakított motorok, de nekem az is fura, hogy konkrétan egy, egy, egy tehát egy, egy turbina van benne, de lebeg. Ami nagyon furcsa, mert ez, hogyha gondolkozol, ez úgy működhetne, hogy mondjuk négy fúvóka lenne rajta, és akkor mind a jetpack így alulról felszállni, és utána elfogadni, és úgy menne. Na most ezen egy nagy turbina van, és mégis fölemelkedik. Tehát, hogy most valami mágneses valami lenne, ami megint csak hülyeség, mert hát akkor mágnes pályán. Ugyanaz a dolog, mint a telekinezés, amit nem értünk, de úgy látszik, ja. hogy ez egy olyan világ, ahol valamiért csoda folytán a dolgok valahogy tudnak lebegni. Tehát én sem láttam ilyen izét, hajtóművet, ami függ... indokolta volna a függőleges felemelkedést. De hogyha elfogadjuk, hogy <laughs> itt ilyen dolgok vannak, akkor onnantól kezdve puty, bepöccent, és akkor csak ahhoz kell a hajtómű, hogy menjél előre. És annak jó, nem? megül Igen, meg hát mondom, ez, ez, tényleg ez a telekinézéssel így, így, összhangban van, mert, mert <laughs> most ez a... Nekem ezért, ezért fura volt, hogy úgy veszél a telekinézés, mint hogyha laktózérzékeny lennél. Tehát akkor teszteltesd magad, és akkor majd te telekinek is lesz, és tudsz tárgyakat mozgatni, tehát nem tudom, ez ez, ez nekem egy kicsit fura, de lehet, hogy ezt még nem értjük. Tehát lehet, hogy ha 30 év múlva itt fogunk beszélgetni, akkor éppen egy lebegő, nem tudom, miben leszünk. De... Igen, a tele, telekinéz is, és igen, egy olyan, olyan aspektus a filmnek, ami megemlítik, de szerintem, tehát hogy egy másik film esetében ez sokkal jobban lehet, hogy kiaknázzák. Néha látjuk, ugye, hogy valaki szórakozik egy pénzérmével, vagy egy öngyújtóval, aztán persze nyilván a filmnek az utolsó részében, amikor a, a kisgyerek és az eső csináló bejön, ott, 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 ott láttunk egy pár speckó effektet ezzel kapcsolatban, de maradjunk a sima telekinézisnél, ugye, ezt azért már régóta ismerjük, és pont nem régiben vettük fel a médiazabálók podcastra az áltudományos műsorunkat, és hát talán a telekinézisi pont nem említettük, mert ott volt egy csomó más témák is, de hogy ezt jelenleg ma, ezt áltudománynak tartjuk-e? és hogy igen, tehát mondjuk mi van, hogyha 30-50 év múlva, ez, ez, ez bizonyítás nyer, és, és tényleg a gondolataink segítségével mozgathatunk tárgyakat, ha, ha, jól értem. Hát Miklós, javíts ki, hogyha tévedek, de nekem alapvetően az energia megmaradás törvénye ...nek ez ellent mond. És ugyanez, ugyanez, hogyha majd rátérünk erre az időutazásra, tehát, hogy ugye úgy kezdődik a film, hogy ott áll a mező mellett az úriember azzal a puskával, és majd a puskával a fegyverekkel is rá kell, hogy térjek, és megjelenik egy ember, és egyből lelövi. Tehát nekem az a, az a bajom a ezen bemutatásával az időutazásnak, hogy ha oda jön egy ember, ha bárhonnan oda utazik egy ember, akkor konkrétan az ott levő, levegő részecskéket kiszorítja onnan, és egy test jön oda. És én nem tudom, hogyha ez fénysebességgel mondjuk az ott levő mondjuk levegő oxigén részecskéget ilyen gyorsan összenyomná valami, akkor nem lenne egy sokkal nagyobb ilyen hangrobbanás, vagy valami. Tehát, hogyha, jó jó ötlet, egy nagy puk. Hogyha, hogyha egy test nyíl, tehát mennyi lehet egy emberi test, mit tudom én, 20 köbméter, tök mindegy, de szerintem ez úgy működne, mint egy bomba, mert akkor az összenyomja az összes levegő részecskét, és az, az egy láncreakciót elindítana, legalább ott helyileg, amiből lenne egy hang, egy, egy valami... Egy olyan, mint egy torpattanás. Hát igen, egy gyors torpattanás, igen, igen. Igen. Ez egy nagyon jó ötlet, nem is gondoltam bele. A, a telekinézésre térjünk vissza, ugye, mert azt kérdezte a Norbi, hogy, hogy hát ugye nyilván ez egy marhaság egyébként, tehát hogy hát, minden olyan állítás, amikor eddig valaki telekinézést próbált bemutatni, arról mind kiderült, hogy csalás. Ez De eset, én láttam a... Uri Gellert a tévében, Miki. Én, én is én láttam, én is te láttam. is. Persze. Sőt, volt olyan, hogy azt kérte Uri Geller, hogy tegyünk kanalat a tévére, és hogy meg fog görbülni. És aztán valahogy volt, volt ilyen műsora, tudjátok, ami mondta, hogy a színpad a tiéd, a mentalista. Színű, de akkor ő már inkább ugye... Meg tud, valamennyi tud magyarul, mert az Uri Geller az ugye izraeli, de, de magyar származású részben a családja. Úgyhogy Jött a Geller gyerek, és magyarországon is csináltam műsort. Mindig ő mondta, hogy a színpad a tied. És akkor jöttek a mentálisok, akik persze bűvészek voltak egyébként, csak meglettek ezt a lehetőséget. És aztán a vége felé már az Uri Geller sem erő. Tehát az Uri Gellernek a nagy virágzása az ugye a 70-es évekbe esik, amikor őt úgymond felfedezték, mint parafenomént. Ugye ez volt az állítás, hogy egy parafenomén, aki, aki persze tud gondolatot olvasni átvinni gondolatot egyrészt, hogy, hogy, gondolsz valamire, és ő lerajzolja a másik szobából, ugye ez a fajta, ez az extra perception, ez a, hogy hívják ezt, érzékszervenken túli, ken kívüli érzékelés meg ilyenek. Ugye az Uri Gellerről ez volt rengetegszer kiderült, hogy, hogy ő igazából eleve egy bűvészként kezdte az előtt, aztán meglátta ebben a lehetőséget, és valójában kiderült, hogy csalt, mert egy csomószor azt a, rengetegszer bebizonyították, hogy igazából ő egy jól felépített uh, ilyen trükk, tr trükkzsák. <laughs> De persze voltak ilyenek, emlékszem, a rendszerváltás, a rendszerváltás után, amikor, ilyen, amikor hirtelen az eddig ellenőrzött sajtóból bejöhetett az összes marhaság, és akkor, akkor, akkor nagyon haraptak rá az emberek, mint az eddig, eddig titkolt nyugatról és keletről jövő igazságok jönnek be, amikről eddig nem lehetett olvasni. És persze én akkor voltam óvodás, meg, meg, meg kisiskolás, amikor ennek tényleg volt a burjánzása, mondtad, és ilyen e e módon aztán persze a szüleimet is érdekelte akkor minden. Tehát ők nem természettudósok, innen. És akkor például volt egy ilyen, egy ilyen, szovjet fickó, vagy aztán orosz, már nem tudom, Zolotovnak hívták, aki, aki, van egy ilyen nevű fizikus is egyébként, nem tudom, hogy a kettő az azonos volt, de ő például, ő például tartott ilyen tanfolyamokat, és hogy ő konkrétan ráült a székre, és hogy a széket tudja mozgatni, meg ilyeneket csinálta. Mondanom sem kell, hogy az összes ilyen, dolog, az nem, nem, ér, nem érte el azt a szintet, hogy ezt belehess. Tehát, hogyha on annotok kezdve, hogy ezt ellenőrzött körülmények között kellett volna csinálni, úgy rendesen, akkor nem sikerült, és akkor az Uri Gellerhez hozzátartozik, hogy őnek is csak azért sikerült annak idején, a, szerintem talán a, a Berkeley Kaliforniai Egyetemnek a kutatóit átvágni ezzel, a, amikor ő igazán világkérül lett 1972-ben, mert ők jóhiszeműen közelítettek hozzá. Tehát ők gondolják megcsinálják a kísérleteket, mert itt van az ember, aki azt mondja, hogy neki vannak ilyen és ilyen tulajdonságai, de ezt nem feltételezték róla, hogy konkrétan egy csaló. Tehát nem, nem, voltak annyira túl biztosítva például a gondolatátvitel kísérletek, hogy például egy kis tükörrel ne lehessen lesni, meg ilyenek. Tehát, hogy értitek? Tehát ez a fajta. Tehát, hogy valahogy egy jó, jó hiszemű kísérlet sorozatot csináltak, amit természetesen egy bűvész emberrel nem, nem szabad, és onnantól kezdve, hogy elkezdték komolyabban venni ezeket a kísérleteket, meg tényleg paravánokkal, meg mindenféle egyéb olyan dolgokkal csinálták a dolgokat, akkor persze nullára lecsökkent. Vagyis hát a véletlen találgatásnál alacsonyabbra csökkentek az ilyen dolgok, Mind, és természetesen a tárgymozgatásoknál, meg főleg ott rendszerint általában az derült ki, hogy ilyen asztal alatti mágnesekkel és hasonlókkal lehetett nem is felemelni, hanem mozgatni ezt azt. Persze a jó erős mágneses terekkel lehet lebegtetni dolgokat, Ugye tudjátok, hogy ez történik a szupravezető mágnesekkel hajtott rendszerekben, például ugye a maglev vonatokban is, amik gyakorlatilag lebegnek a pálya fölött, meg ilyesmi, tehát létezik ez az effektus, de ezt nem az emberi test tudja megcsinálni, tehát ez teljesen más tartományban van, sajnos. De tegyük hozzá a maglevnek is, tehát azért tud működni, mert ez egy olyan pályán van. Igen, persze, így A maglevnek kell egy olyan pálya, ami, ami miatt lebegni tud. Így tehát, van, tehát a másik klasszikus időutazós film ugye vissza a jövőbe, hogy mindig számon kérik rajtunk, hogy minek költjük a fizikusokra az adófizetők pénzét, amikor még mindig nem fejlesztettük ki a, a, izét, a légdeszkát, ami lebeg a föld fölött. Valóban, ez nagyon fontos, hogy annak kell a pálya, és abban a pályában egyébként olyan meglős mágnesességre van szükség, amit úgy tudnak biztosítani, hogy baromira le is kell hűteni. Tehát a másik nagy szent az a szobahőmérsékletű, vagy alacsony hőmérsékletű szupravezetés, ami ehhez kéne, hogy, hogy például akár ezt egy ilyen kis, nem is egy emberi kézben, de mondjuk egy kis kütyűvel meg lehessen csinálni. Hát sajnos itt még nem tartunk, vagy, vagy lehet, hogy pedig nem ugye, is fogunk. Amit az ember is meg tud csinálni egy pingponglabdával, hogy alulról fúj levegőt, és akkor ja, igen, lebegteti a persze. pingponglabdát. De, hát, de érdekes, hogy itt csak én... a fémtárgyakat lebegtetik az emberek, kivéve ugye ezt a bizonyos esőt csináló gyereket, aki aztán kiderül, hogy amikor bedühödik, akkor az összes fából készült bútor meg minden felemelkedik a lakásban. Persze biztos azokban is vannak és tavarok, de... Nekem. Ez is problémám a filme kapcsolatban, hogy egy kicsit ilyen pórázon van az ember rávezetve, hogy ezt a telekinézis nyomják, és akkor itt, itt már egyből ugye van egy, egy ellentmondás, hogy csak fémet tudnál lebegtetni, de közben ez a kisfiú nem csak fémet lebegtet, és az azért nincsen benne, hogy, bármikor ezt nem, ezt nem tudjuk annyira meg, de nem tudjuk, hogy mi, mi hozza ki az emberből, mert ugye a, a csajszíj, amikor ül az ágyba, és ő az öngyújtót lebegteti, hát ugye azt tudjuk, hogy ezt miután teszi, tehát amikor amikor előtte közösülnek a férfival, tehát lehet, hogy valami érzés hozza ki az emberről. Erről nem beszél a film. És ugye a másik, amikor viszont az egyik kollégája pedig azt a pénzérmét lebegteti, az meg, az, az meg egy kicsit izgul, vagy nem tudom, tehát hogy lehet, hogy valami ilyen érzés hozza ki az emberekből. De ez Aha. Ha Értelek, értelek, igen, tehát, hogy valami valamilyen stimuláció hatására, kiből mi alapján hozzak Én ezt amúgy ezt totál nem vettem észre, vagy nem tulajdonítottam ennek fontosságot. Én azt hittem, hogy mondjuk a felnőttek tudatosan, tehát amikor akarják, és mondjuk mellé, akkor a gyerek mellett ő, 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 ő ugye nem tudja még irányítani, csak hogyha valami nagy stressz, vagy valami, igen. Tehát De nem látunk ismét. több gyereket tizelni. Nem, ez igaz, hát, ez el, igaz, el, is, tis 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 is gondolom azt magyarázza, filmet. hogy ő a kiválasztott esőcsináló. És, és ez egy kicsit ilyen Stranger Things-re hajasz, bár ugye ez sokkal későbbi sorozat, de ugye ott is azt tudjuk, hogy azok az el el előbb jutott, jutnak a szavak eszembe angolul, tehát aki ilyen nagyon-nagyon okos gyerek azok így össze, össze vannak jövőben mondjuk biztos láttátok már Stranger Things-et, és akkor mindegyiknek van egy sorszáma, és ők tudnak ilyeneket csinálni. Van, van benne hasonlóság, amúgy, az igaz, az igaz, de akkor, akkor jó, akkor térjünk, térjünk rá a, a, Sid nevű kis és hogy akkor valószínűleg ugye ő a jövőben az esőt csináló a gonosz, aki Hát szisztematikusan elkezdi eltenni lábbalól a lúpereket, mert hogy ugye a film végén ugye rájövünk, hogy egy Looper öli meg az anyját, akit ugye Emily Blunt alakít, és amikor ugye felnő, akkor bosszút áll a bűnszervezeteken, meg a szindikátusokon, és módszeresen elkezdi eltenni lábaló, a, Lupereket, meg mindenkit. Na, de akkor ilyen olvasatban végül is, hogy csak egy klasszik bosszú sztori, az ő, az ő története, és hogyha úgy nézzük akkor, akkor végül is hát ő, ilyen, ilyen ö, egyszemélyes igazságtevő, igazság és ő csak ja. a, a megoldja a rossz, a gonosz férfiakat, nőket, akik, akik rosszat csinálnak, szóval végül is fel is foghatjuk, hogy valójában ő csak a jó fiú megtisztítja ezektől a nem kívánatos Igen. emberektől a múltat és a jövőt. Ezt elrontották. Mert én szerintem egyszerűen csak néhány sort át kellett volna írni, hogy világos legyen, hogy mondjuk ő egy, mit tudom én, ő egy diktátor lesz, aki az egész emberiséget rettegésben tartja, és mellékesen egyébként a lópereket elpakolja lábalól, akik valóban bűnözők. Tehát most így simán tényleg tűnhet úgy, mintha valami izé rendőrfőnökké válna, aki egyszerűen elhatározza, hogy brutál módon, de felszámolja ezt a szervezet bűnözést. Pedig sokkal tisztább lenne, és sokkal hollywoodibb lenne az egész, és akkor nem maradna bent ez a kérdés, hogy, hogy, hogy hát akkor izé, hogy, hogy hogy ő egy igazi szemétláda lenne. De nem csak a mafiózók szerint, hanem úgy általában. Ezt meg lehetett volna tolni egy kicsit, szerintem érdemes lett volna. Emiatt ilyen furcsa érzése van az embernek tényleg, hogy, kimarad, hogy ez kimarad belőle. Tehát, hogy akkor végül is mit mentett meg végül a megmentő? Mitől mentette meg az emberiséget? Attól, hogy felszámolják ezt a bűnbandát? Vagy... Szóval nem triviális a kérdés. Abszolút igazad van. Plusz önmagában szerintem valamit a film is elront, mert ugye még mielőtt az egész megtörténne, tehát ugye az alapsztori szerint ugye az anyját megölik, de végül, végül megmenti a, tehát a, a, a főszereplő. Fiat, fiatal Joe a fiatal Joe, viszont ugye a fiatal Joe-nak ő elmondja, hogy ő, neki megölték az anyját, és az Emily Blunt az pedig nem az anyja, hanem az anyja testvére, de közben... Mégis az anyja. Mégis az anyja, de, de, az Emily, igen, de az Emily azt mondta ugye, hogy egy ideig, tehát ő, megszülte, de hogy akkor még nem ilyen életet élt. Bolizós volt. a városban volt, aztán odaadta a tesójának, és akkor a tesója meg tényleg meghalt, és utána... Mert a, a, gyereknek egy ilyen rohama következtében, gondolom én. Szerintem ez fura, tehát ez miért mondta a kisrác, a fiatal joe hogy neki megölték az anyját. Igen, ez, ne, nem tudom, ez nekem egy kicsit furcsa ez az egész Story uh, sztori, meg, meg hogyha ő utálja a loopereket, és ezeket a gyilkosokat, akkor miért segít az emberként? Tehát ő az, aki, amikor egyszer ott fekszik a... Kanapé a, mögött? Hát akkor is, amikor a kanapé mögött fekszik, de amikor egyszer kint a, Teraszon fekszik, akkor is ő megy odahoz. Ja, visz neki vizet, az nagyon aranyos a jelenet. Visz neki vizet, abból a kis kula, Hát a ugye a akkor feltételezem, hogy akkor gyerekkorában még nem utálja, még nem ismeri őket, csak hogy ugye bekövetkezik a haláleset, az anyja, Emily Blunt, hmm. ezért megutálja őket, és ezért elkezd őket kinyírni. De utána Joe, a fiatal Joe meg megakasztja a film legvégén ezt a, ezt a lúpot, azzal, hogy megöli magát, ezért eltűnik az idős Joe az idős nem tudja lelőni az anyját, a gyerekből így nem lesz gonosz, nem lesz esőcsináló csináló belőle, nem fogja rájuk küldeni a jövőbeli lúpereket. Tehát hogy nagyon könnyen ugye vissza, megpróbáljuk ugye logikusan visszalépkedni őket, és ugye eljutunk odáig, hogy, 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 hogy Se füle, se farka, egy végtelenített loop az egész. Igen, nem ez tudjuk, Így van, pontosan, hogy, hogy, hogy honnan jött az eredeti információ, mi, mi volt az. Úgyhogy, e, e, tehát ilyen szempontból ugye a klasszikai, jól ismert e, nagypapa paradoxonnal is párhuzamban állíthatjuk, hogy ha visszamész és megold a nagyapádat, akkor nem születsz, meg nem tudsz visszamenni, nem tudod a stb. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen klasszik e, végtelenített történetbe megy át a végén, szerintem. Hát persze. És ráadásul ugyanazzal a módszerrel kezeli egyébként, mert ezt rengeteg féleképpen lehet kezelni a különböző filmekben, de ez itt pontosan ugyanaz a filozófia, mint amivel a visszajövőbe filmekben kezelik a dolgokat. Hogy amikor csinálsz valamit, akkor a jövőből visszahozott fényképen, ami ott volt egy fénykép a sírodról, arról eltűnik a felirat tehát mégse halsz meg akkor. Tehát így, meg ezek, ahogy érdekes, hogy a jövőbeli önmagának hogyan küld a srác üzenetet, hogy belekarcol mindenféle feliratokat a saját kezébe, amiről tudja, hogy ha beheged, akkor is még 30 év múlva is olvasható lesz, és akkor a Bruce Willis mindig rácsodálkozik, hogy basszus, most éppen, most éppen milyen felirat van az alkaromra rávésve ami információt hordoz nekem én, hogy most ide menjek, oda menjek, stb. Szóval... Szóval kemény. Illetve nem, hát az egyik esetben nem a Bruce Willis-szel történt egy ilyen, hanem ugye a másik ilyen szökött jövőbeli uh, looperrel, csak hogy precizek legyünk, de hogy úgy látszik ez egy ilyen standard eljárás szinte. De igen, de hogy az öreg Joe az, az miért is jött tulajdonképpen vissza, mert ő, őt megtalálja ez a, ez a maffia, ez a bűnszervezet, és ugye lelövi az, az akkori nőjét. Tehát ő tulajdonképpen azért megy vissza, hogy, hogy ettől az öreg Joe, amikor visszamegy, ugye őt visszadobják, hogy megölje, megölje őt, a fiatal Joe. És hogy ugye miért teszi ezt? Azért, hogy kicsinálja az esőcsinálót. Tehát igen, hogyha kicsinálja igen. az esőcsinálót, akkor majd nem lesz ez a mafia, aki utána őt elviszi, mert hogy az esőcsinálja emberei azok, az, akik elkapták őt öregkorában? Igen, lényegében igen. Bár érdekes, hogy az elején azt mondják, hogy eleve az a szabály, tehát, hogy, hogy most esőt csinálótól függetlenül is, hogy lehet, hogy maga az, azt nem mondják a filmet, de talán az esőt csináló nevű figura az, aki kitalálja ezt az egész szabályt, hogy aki még 30 évvel később is életben van, azokat visszaküldik. Tehát ez így nem hangzik el explicit, de lehet, hogy ez magának az esőt csinálónak a filozófiája, hogy ezt ő vezette be. És tulajdonképpen ez az, amit ellen ő küzdeni akar ezzel a módszerrel ez így, ez szerintem teljesen megállja a helyét, de nekem még például az fura, ugye, hogy az idős vissza visszamegy, és ugye elintézi a gyereket, meg akit kell, de ugye ő ezzel a sa saját életét így bedobja a kukában, mert ugye, tehát vissza nem tud már a jövőbe utazni, még a 1944-ben még nincs is időutazás feltalálva. Igen, ezzel az ő feleségét menti meg. Ez, de milyen áron, ugye? Valójában. Ő, ő is többet nem tud hát Hát ő nem, a fiatal lénye esetleg, <laughs> ugye? De ugye a lényeg az, hogy, hogy az vezette rá erre az egészre, ami miatt ő ilyen bosszút forralt, és kitalálta, hogy ezt csak így teheti meg, mivel hogy a jelenkorban lövésük sincs, hogy hol van ez az esőcsináló. Mert nyilván az lenne az helyes eljárás, hogy fogná magát, nem, nem megy be az időgépbe, mert az hülyeség, hanem oda megy és lepuffantja az esőcsinálót, de hát akkor már mindegy, mert olyan értelemben, hogy hiába vett volna bosszút, de ugye ezzel ugye nem menti meg a feleségét, akit korábban az esőt csináló emberei hasba lőttek és meghalt. Ezért aztán az egyetlen megoldásnak azt látja, egyrészt mivel, hogy csak a múltban van valahonnan valami információjuk arról, hogy az esőt csináló honnan jött, mert az el is hangzik, hogy a jelenben nem vágják, hogy ő hol van. Ugye? Tehát valahogy érdekes, hogy őt viszont úgy tudjuk, nem lehet annyira trekkelni mint mindenki más akkor a, a, a 2070-es években. Hát akkor visszamegy, és akkor elhatározza, hogy kisgyerek korába elintézi. Ez önmagában az egyik a kedvelt paradoxonoknak időutazástól függetlenül, hogy tényleg ugye ez, 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 ez egyik legolcsóbb ilyen érzelemfelkavaró lehetőség, hogy egy kisgyerek, aki még ráadásul cuki is néha. Néha félelmetes, de úgy alapvetően elég cuki kisgyerek, és hát akkor őt kell lepuffantani, hogy ne legyen belőle Hitler, meg Stalin, meg én nem tudom micsoda, a közjó érdekében. És az a hogy ha legalább Hitler, meg Stalin lenne belőle, akkor még lenne, de hát igazából mi lesz belőle? Hát egy rendőrfőnök, aki fel akarja számolni a szervezet bűnözést. ez Jó, Csak ugye ez a, ez a kis rác, ez meg... azért, hogyha valaki telekinetikus, és ezt nem nagyon bírja, így tűrtőztetni. Ez egy kicsit olyan, mint, hogy, mint minthogy, hogyha valakinek mit tudom, dürohamai vannak, és akkor ver mindenkit, vagy nem tudom, de de ez a telekinetikusság, ez ugye ez meg megint csak, mi nem értjük az egészet, meg jelenlegi fizikai tudásunk alapján ez lehetetlen. Tehát tényleg más lehetőséget így nem lehet látni, habár ugye a film vége, az lehet, hogy pont ezt mutatja meg, mert ugye ott tulajdonképpen nem lőtték le az anyját, és az anyja így mondta, hogy szeretettel át tudja nevelni, tehát lehet, hogy tulajdonképpen ennek a kisgyereknek semmi más nem kell. Uh -huh. és Csak odafigyelés meg szeretett, megtanulja használni a energiáját, ez lehet, hogy elmegy konténereket rakodni a kezével a hosszú távú óceáni utakhoz. Na de akkor a telekinézis meg a paradoxonoktól kanyarodjunk vissza jóval, jóval öö, földhöz ragadtabb kérdése jövök felétek, hogy hogy álltok a kínai nyelvvel? Mandarin, vagy, vagy nem is tudom, hogy hányféle ö, ö, verziója van még magának a kínainak? Érdekesség, ugye, hogy pont idén, azt hiszem az ma idén volt, hogy India az átvette a, a lélekszámban a, a vezetést, Kína, Kína első helyét, úgyhogy most már uh, Indiában élnek a, a legtöbben, de ugye a film, film még abból indul ki, hogy hát egyrészt Ázsia az lesz az ilyen nagyon nagy gazdasági gócpont, és hát azon belül is, ugye, Kína. Uh, nem tudom, hogy uh, most a filmtől kicsit el, eltekintve, hogy Szerintetek attól, mert hogy a indiaiak, a kínaiak vannak a legtöbben, azért a mostani tendencia az az, hogy marad az angol, mint, mint globális nyelv, ahogy, ahogy én látom. És ez nekem például az tök jó, mert én nem tudok kínai jó, szóval az angol az maradhat. Hát szerintem is az angol fog maradni. Tehát Igen. Ez... Én, 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 azt gondolom, hogy ez ugye az attitűdjében is keresendő a kínaiaknak, hogy hogy annak ellenére, hogy ők gazdaságilag abszolút nyomulnak, de valahogy ő nekik az idézőjelbe vett, vagy néha nem annyira idézőjelbe vet, de itt Európában idézőjelbe vett gyarmatosító törekvéseik, azok nem feltétlenül arra irányulnak, hogy most konkrétan a kínai kultúrát terjesszék el, hanem ez tényleg ezek ilyen hatalmi törekvések, és szerintem az az érzésemet egy csomószor, hogy ők olyan szempontból pragmatikusak, hogy őket teljesen hidegen hagyja az, hogy, hogy ez a fajta kulturális térhódításra való igény, én ezt nem láttam, akik, sok minden lehet látni kínálra, rengeteg rossz dolgot el lehet mondani, de az a fajta kulturális térhódításra való igény, hogy mostantól akkor mindenki kínai zenét hallgasson, meg kínai ruhákba járjon, meg kínai üdítő italt igyon, meg minden, minden. Ez csak addig érdekes, amíg, amíg pénzt hoz, meg minden, de nincs benne egy ilyen <laughs> híjúsági kérdés. Tehát valamiért az a tapasztalatom, hogy a kínaiak teljesen jól elvannak azzal, hogy a világ angolul beszél. És, és, és igen, ez csak így hogyha a mögé oké, hogy ők ezt nem akarják, de nem találsz ma olyan dolgot, amiben nincsen valami, ami Kínába készül Hát ők -e Persze, de ez azzal, gazdasági hogy... Íz, Tehát, hogy úgy értem, hogy bemész egy kínai boltba, akkor vehetsz 500 darab különböző amerikai zászlós műanyag azt, amik mind Kínában készültek, és mit tudom, én a, a rajta van a szabadságszobor, meg az amerikai zászló, meg az én nem tudom micsoda, mert az, ameriká, mert az például az amerikai zászló az tényleg egy brand. És ehhez képest bemész ugyanabban a kínai boltba, Egyszer gondoltam, hogy milyen poén lenne, mert hogy amerikai űrsikló maketteket, meg ilyeneket viszonylag könnyű szerezni, de tök jól lenne, bemennék egy kínai boltba, mégis az kína, hát kínai bolt, hát mit tudom én. Mégiscsak, hogy mondtátok, egy 1 milliárd 400 milliós ország, hát nyilván ott is gyártanak a gyerekeknek kínai űrhajókról kínai maketteket. Shenzhou űrhajó, Tiangong űrállomás, biztos hogy ilyeneket lehet kapni. Nem, nem, egyáltalán nem lehet kapni. Tehát valahogy ezt a brandinget, vagy hogy izé nem árulnak kicsi kínai zászlókat, vagy, hogy nem, vagy kínai zászlókkal feldíszített kis harckocsit nem kapsz a kínai boltban, amerikai zászlóval fel, feldíszített műanyag kis harckocsit kapsz a kínai boltban, ha lemész. Erre mondom, hogy valahogy sokkal fontosabbnak tűnik nekik az, hogy ők, ők tegyék zsebre a pénzt azért, mint hogy a saját brandjüket nyomassák lehet, hogy hozzátehetjük, hogy még, de én ilyen értelemben nem találkoztam ezzel, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Most az, hogy a nyelv mennyire nehéz, az nyilván persze, ez egy baromi nehéz kérdés. Hát az másik aspektus az meg az írásbeliség, amit viszont tényleg nagyon brutális. és azt szerintem konk. Tehát azt szokták mondani a nyelvészek, hogy, 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 hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen városi legenda, hogy vannak neheze, nehéz meg nem nehéz nyelvek, tehát minden nyelvvel sajátítása ugyanazzal az emberi aggyal kb. ugyanannyira lehetséges. Nyilván vannak, akiknek helyzeti előnyük van, mert hasonló nyelvcsaládból származnak, tehát nyilván egy szlováknak csehül megtanulni, ez nem olyan nagy izé. Etwas, de, de valójában azonban összességében, ha ezeket leszámítjuk, és a kínai viszonylatában lehet számít, számítani, nem hiszem, hogy egy magyar gyereknek amúgy a beszéd szempontjából nehezebb lenne, hogyha általános iskolás akkor elsőtől vagy másodiktól kezdve kínaiul tanulna, nem hiszem, hogy lassabban érne el a folyékony szintre, mint ha angolul tanulna, viszont azt, el, azt viszont hiszem, meg szerintem objektíven mérhető, hogy az írás az mennyire nagy szívás. Viszont ugye azt is említjük meg, hogy Kína egy öregedő társadalom, és ugye 2044 az 20 év múlva van, és még 30 év, tehát egyáltalán nem biztos, hogy annyi fiatal nő lesz majd ott, mert ugye most sincsen az egy gyerek program miatt, hogy mondjuk majd Bruce Willis, Öleg Bruce Willisnek pont egy, egy gyönyörű szép kínai, vagy hát á, á, mondjuk ezt nem tudjuk, hogy kínai-e, de hogy ez, ez viszont még egy, egy kezdődő probléma, ami aminek még meg lesz majd szerintem Kínában a, a következménye később. És ez pont ez a 20-40 éves távlat. Hát igen, már, már ugye már nincsen az egy gyerek szabályzat, tehát ezt most már elengedték, de, de igen, ez ennek már a jelei igen, igen, erősen kezdenek, kezdenek megjelenni. Igen, hát nem véletlenül hagyták abba ugye ezt a Mao Cetung idején ö, nagyon nyomatott egy, 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 kézést, mert ugye nagyon brutál következményekhez vezetett nem most itt nem akarjuk taglalni, mert ez mégis csak egy szórakoztató műsor, de és hát ugye jelenleg nem ez a hivatalos családpolitika már, de valóban a mi generációnk, a, meg a, még nálunk is idősebbek, azok még abszolút azt hordozzák. Tehát, hogy ez igen, ez most a, korfa, a korfán az nagyon meglátszik, igen. Abszolút. Viszont annyi biztos, hogyha autóiporba indulok ki, akkor Kína az iszonyatosan ott van, és nagyon keményen, tehát a Kínában, mai, mai mai napokban is a legtöbb milliárdos Kínában lesz milliárdos. Kínában nagyon-nagyon megy a lux luxusipar, és nagyon megy, megy az autóipar, és hogyha csak az utakra néztek mostanában, saját meggyőződésem szerint én, én, ha mondjuk 2044-et nézzük, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal több kínai dolog lesz körülöttünk, már brand szinten. Tehát jelenleg, jelenleg lehet, hogy nincsen, de lehet, hogy akkor már sokkal inkább lesz. Hát ezt évek óta mondják, hogy majd jönnek az olcsó kínai autók tonna számra, és, és még pár évvel ezelőtt én azt hittem, hogy már mostanra már csomó fogok látni az utcán, de én még alig láttam. Na jó, láttam egyet-kettőt, de, de tényleg. Jó, hát mindegy, majd beindul. Oké. Okay. <laughs> de érdekes egyébként ez az egész, most tudom, hogy ez nem ide tartozik, meg még ott vannak a fegyverek, meg minden, de ez az egész film, ez milyen jövőt mutat be valójában egyik jövőkép sem annyira kellemes. Tehát, hogy azért vegyük észre, hogy ez inkább disztopikusnak tűnik minden, kivéve, kivéve egyébként a sánkhái jeleneteket, ami kb. úgy néz ki, mint a földi paradicsom. Hát, amíg oda nem megy az idős Bruce, és ott is elkezd levöldözni meg kisebb kis... Jó, hát lőnek, lőnek, érted? De az, az amerikai, vagy, vagy én nem tudom, hol játszódó egyéb jelenetekben, azért még a felhőkarcolók is lepukkantabbak, meg minden, tehát ez tök egyértelműen látszik, hogy, hogy ott már leáldozott, <laughs> úgymond az Amerikának, legalábbis is ezt mutatja. Műsorunk sajnos a végéhez ért, ám jó hír a támogatóinknak, hogy számukra a beszélgetés folytatódik, hiszen tudjátok a hosszabb jobb, Úgyhogy mindenkit bátorítok, aki még érdekelné a filmről egy-két érdekes apróság, mint például a fegyvere kérdése a Looper című filmben, az ö, fizessen elő a patreon.com/paralaxis oldalon keresztül. A következő alkalommal egy olyan film következik, ami nem hiányozhat a Paralaxis repertoáriából. A napokban lesz 10 éves, hogy bemutatták a Gravitáció című filmet, amelyet legközelebb. Vizsgálunk majd tudományos szempontból az október 12-én érkező paralaxis adásban. Pécsi Géza, Vincze Miklós, és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a tisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő tudományos fantasztikus podcast is itt leszünk, és reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.